mozog, Jennifer. Gyerünk! Üsd meg! Üsd meg! Jennifer! Jennifer, itt vagyok! Ne beszélj! Elviszlek a kórházba, nyugi! Nyugi! Ne beszélj! Talán azért nem akarsz meghívni, mert szégyelled, hogy az apád vagyok. Jaj, papa, hogy mondhatsz ilyet? Pedig azt hiszem, kicsim. Elköltözöl a nagyapád házába, engem pedig elfelejtesz. Nagyon jól tudod, hogy miért kell most annyira vigyáznom rá. De hiszen az apád vagyok, életem. Persze, hogy szeretnék veled lenni. Papa, esküszöm, hogy jó szándékkal tettem. Csak el akartam kerülni még egy balhét Luis Alejandroval, ami persze megint nem sikerült. Mi történt? Hát, amikor a jegyző kimondta, hogy Consuelo az örökös, Carlos és Mujica rávágták, hogy a végrendelet hamis. Akkor kirobbant a vita, én megkértem őket, hogy menjenek ki, hogy beszélhessek Luis Alejandroval. Jaj, papa, én nem mondok le rólad. Téged szeretlek a legjobban. Mi ez az egész, hogy vissza akarja vonni? Én ezt nem értem, Fernando. Nem? Mondja, maga mit nem ért ezen az egészen? Fernando úr, amikor ön azt kérte tőlem, hogy segítsek elkészíteni az ön végrendeletét, teljes mértékben egyetértettem az abban foglaltakkal. Mégis, mi történt, hogy meggondolta magát? Nos, hát, amiért meggondoltam magam, az azért van, mert ma már más a helyzet, ügyvéd úr. Akkoriban a dühöm és a haragom Amelia lányom ellen minden másnál erősebb volt, és most már tudom, hogy elsietett lépés volt mindenemet Consuelóra hagynom. Én tudom, hogy hagytam, hogy elragadjanak az érzelmeim. Egyrészt, hogy megbüntessem Amelia lányomat, amiért nem fogadott szót nekem, és mert szégyent hozott a fejemre, amikor teherbe esett egy senkiházitól, egy hozományvadásztól, egy szemét alaktól, és másrészt, mert valami jót akartam tenni Consuelóval, aki hát nyilván a mai napig is végig mellettem van. Na és mégis hogy tervezi átfogalmazni a végrendeletét? Melyik pontokat? Ahogy már mondtam, ügyvéd úr, a dolgok most, hogy Amelia visszatért, és mindkét lányom velem van, megváltoztak, és hát szeretném helyrehozni a hibámat, amit Ameliával szemben vétettem. Szeretném őt is belevonni a vagyonom igazságos felosztásába. Ennek a vén hülyének kényszerzuppony kéne meg egy gumiszoba. Azt hiszi, hogy Amelia és Consuelo, akik halottak, vele laknak a házban. Én már mindent megbeszéltem Consuelóval, és beleegyezett, hogy osztozzon a vagyonomon a nővérével. Remélem, érti már, ügyvéd úr, ugye érti? Hát persze, hogy értem, Fernando úr, nagyon is értem, hogy ne. Ezek bizony igen vaskos érvek. Rendben van, ügyvéd úr, akkor mondja, ezek után számíthatok önre az új végrendeletem elkészítésében? Persze. Persze, hogy számíthat rám, Fernando úr, ahogy mindig is számíthatott rám. Vegye úgy, hogy már holnap elkészítem. Jól van. Na, várjunk csak. Hogy van az, hogy nem veszi el Luisa Fernandát? Csak nem megint szakítottak. Egyikünk sem akarta igazán kimondani, de azt hiszem, ez most végleges. Mondja már el, mi történt. Veszekedtek? Vitatkoztunk. Vagy inkább számon kérte rajtam, amit Fernando úrnak mondtam.
Rigobert elmondott neki mindent, de úgy mondta el, hogy... Nincs értelme kifogásokat keresni Szocsillre. Egész egyszerűen egész mostanáig vak voltam. És nem akartam észrevenni, hogy... Egész egyszerűen... Luisa Fernanda már nem szeret engem. Még ilyet? De ezt hogy nem vette észre? Nem akartam elfogadni. Csak toltam és toltam magam elől. De a mai veszekedésünk volt az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban. Az a stílus, ahogy számunk kérte rajtam Fernando urat. Nem is tudom. Egyszer csak felnyílt a szemem, Szocsille. Egyszerűen Luisa Fernanda soha az életben nem jönne hozzám feleségül. Hiszen én megmondtam előre. Annyiszor mondtam, hogy az a nő nem magához való. Több okból sem. És azt akartam, hogy vegye végre észre. Persze, azt nem, hogy ilyen kegyetlen módon. Na de hát mit tehetnék, ha ez van? Mármint, hát ez van, nincs mese. Igen. Most már csak egyetlen apró kérdésem van. Velünk mi lesz? Nem tudom. Nem tudom, hogy érted, Szocsil. Hát, maga most már szabad ember, nem? És én vagyok az, aki magát igazán szereti. Akkor miért nem adunk egy esélyt magunknak? Nem, Szocsil. Tudod jól, hogy köztünk soha nem lesz semmi. Ezek szerint segítesz nekünk lakást szerezni. Igazából nem tudok nektek lakást szerezni, mert nem vagyok ingatlan ügynök. De miután mindjárt visszamegyek New Yorkba... Vissza fogsz menni New Yorkba? Igen. Vége a forgatásnak, és folytatom a sulit. Bocs, épp ott tartottunk, hogy szerzel nekünk lakást. Igen, mivel én visszamegyek New Yorkba, ti beköltözhetnétek a lakásba, amit a tévétől kaptam. Meg kell egyeznetek a tulajdonossal, és kész, megadom a számát, ha akarjátok. Köszönjük, Lucero, nem is tudod, hogy mennyit segítesz nekünk. Most így lesz erőm a melóra koncentrálni. Sziasztok, mit csináltok itt? Láttalak titeket, ahogy bejött. Csak bejött, mi beszélünk. Szia, Guillermo, nincs semmi, épp csak iszogatunk itt Armandóval, és közben találkoztunk a barátnőmmel, Lucero, ő itt Guillermo, a tulajdonos az ügynökségnek, ahol a nővérem dolgozik. Hello, de ismerlek téged, ja, persze, a tévésorozatból. Igen, épp most lett vége a forgatásnak. Ó, az jó. Jenniferrel van találkozom, nincs itt véletlenül, nem láttátok? Nincs. Pedig már itt kéne, hogy legyen. Ez furcsa, nincs velünk. Szia, Carlos Eduardo, mi a helyzet? Nagyon kedves vagy. Jennifer nagyon súlyosan megsebesült. Épp most vagyok vele úton a kórházba. Mi az, hogy megsebesült? Mi történt a nővéremmel? Súlyos alhasi sérülés, éles szúrófegyver által ejtve. Vigyék be egyből a kettes műtőbe. Készítsenek elő mindent, rögtön megműtöm. Nem csinálsz te semmit, Carlos Eduardo. Előbb engedd, hogy ellássuk a sérülésedet. Virágon semmi bajom sincs, Serrano. Ő viszont rengeteg vért veszített. Készítsenek mindent elő, jövök azonnal. Nyugodjál, meg már jó kezekben van, Jennifer. Gyere velem, hadd nézem meg a sebedet. Graciela, vigyen minden szükséges, amit a rendelőben, úgy tűnik lesz dolgunk. Nyugodj már meg, minden rendben lesz. Nyugodj meg. De finom. Na lássuk, kicsikém. Na még egyet. Még egy falatot. Ezt is. Jó, itt van egy csodás némi kéje és nagyikája van, igaz? Úgy veled lennék, kicsim. Szerintem inkább... Ó, neked van csodálatos kisfiad. Tessék, ez leesett. Mi a baj, Rigoberta? Valami rosszat mondtam. Nem, lányom. Pont ellenkezőleg. Csak az történt, hogy most először mondták nekem, hogy Nagyika. És annyira jól esett, hogy azt mondtad Pedritónak, hogy a nagymamája vagyok. Egyért, na. Én ezt tiszta szívemből mondtam. A fiamnak két nagyanyja van. Marissa és te. Figyelj csak, Luisa Fernanda. Tudtál végül beszélni Carlos Eduardoval?
Csak mert már én is kerestelek téged, akartam mondani egy nagyon jó hírt, de mivel nem találtalak, felhívtam őt, és elmondtam neki, de azt kérte, hogy inkább majd ő szeretné neked átadni. Pedig én voltam náluk, de aztán eljöttem. Ő pedig nem hívott. Nem. És mi az a jó hír? Hát, hogy Fernando úr végül úgy döntött, hogy megváltoztatja a végrendeletét. És Améliát is beleveszi. Na de, hogy ki győzte meg erről? Senki, saját magától. Egyszer csak megjöttünk Orlandóval, ő pedig előadta nekünk, amit kitalált. Igaz, Rigo? Mindannyiunkat alaposan meglepett, Luisita, hogy mik vannak. Nézd, ha a nagyapád nem keverne kettőtöket össze a lányaival, bárki azt mondaná, hogy tökéletes szellemi állapotban van. Nagyon is jól gondolkodik. Szegény, az egyetlen dolog, amit nem tud feldolgozni, az az elvesztésük. Hol van? Fent a szobájában? Nem. Hát nem találkoztatok kint a kertben? Nem? Nem. Nekünk azt mondta, ott lesz. Tessék. Istenem, megyek, megnézem. Vigyázz kicsit. Pedig Istenkém. Csak nehogy az legyen, amire én gondolok. Menjünk és keressük mi is. Nincs itt. Mégis hová tűnhetett? Ja, Istenem. Már megint eltűnt valahova, és most mégis mit csináljunk? Mi van, ha nem emlékszik rá, hogy kell hazatalálni? Jaj, Istenem, ne! Na most, mit tegyünk? Kiderült, hogy az öreg tök hülye bizonyos dolgokban, másokban meg nem annyira. Töltsön egy italt. Igenis, uram. Miért mondja ezt főnök? Mert annyira sötét, hogy azt hiszi, Luisa Fernanda nem más, mint a néhai Amelia. Vanessa pedig Consuelo. Ó, fenébe. Most meg kitalálta, hogy módosítanom kell a végrendeletét, ami szerint Consuelo lenne az ő kizárólagos örököse. De ez nem lehet, főnök. Ez nekünk egyáltalán nem jön jól. Ha ön ezt megteszi, akkor elveszíti az elnöki posztot, és elbukja a lánya vagyonát is. Igen. És a Wayne Bolond még arra is emlékezett, hogy régen én írtam meg a végrendeletét. Bár legalább arra nem emlékszik, hogy abban a szerződésben az én lányom szerepelt, mint kizárólagos örökös. És mit akar csinálni, főnök? Mégis mit, maga idióta? Csak nem leszek olyan hülye, hogy a saját nyakamnak szegezzem a kést. Meg kell találnom a módját, hogy bebizonyítsam, hogy Fernando úr komplett őrült, és nincs abban az állapotban, hogy ilyen döntéseket hozzon. Valahogy beszámíthatatlannak kell nyilvánítatni. Kell hozzá egy orvos, meg egy pszichiáter, aki ezt alátámasztja. Halló! Na, Mapás, mesélj, hogy sikerült az akció? Hát az akció nem sikerült túl jól. Mi történt? Mi az, hogy nem sikerült túl jól? Mert véletlenül eltaláltunk egy bulát, aki épp a célponttal hegyeget. Ezek az istenverte barmok semmire se jók. Azt mondták, hogy eltaláltak egy nőt, aki épp Carlos Eduardoval volt. Ugye nem a lányom a Colorzano? Hagynia kellett volna, hogy befejezzem a beszélgetést, főnök. Habár, ha Luisa Fernanda meghal, Fernando úr örökös nélkül marad, és én, mint meghatalmazott, az örökséget is megkaparíthatom. Ne, kicsi Szocsil. Kérlek, ne sírj, kérlek. Én csak egy idióta vagyok, aki nem tudja jól kifejezni magát. Kérlek, ne sírj. Már hogy ne sírnék, hiszen olyan világos. Hiszen az előbb mondta, ez az utolsó csepp a pohárban, igaz? De már tudom, hogy ő sosem szeretett, és nem is szeret. Nem is fog soha szeretni, és megint hülyét csinálok magamból. Nem, Szocsil. Hidd el, én ezt nem magamért mondom, hanem miattad. Nézd, előtted most hatalmas lehetőségek vannak. Csodaszép modell leszel. Biztos vagyok benne, hogy az egyik legjobb leszel, és én... Nekem semmi keresnivalóm sincs ebben a világban, kislány.
De ha csak ez a baj, akkor én most rögtön felbontom a szerződésem, és inkább magával maradok. Szocsi, ne beszélj butaságokat. Nem áldozhatod fel a karrieredet. Mi több, ezt sosem hagynám, hogy megtett. Jó, de akkor adjunk magunknak egy lehetőséget. Még ha én modell is vagyok. Az nem lenne igazságos veled szemben. De sokkal többet érdemelsz, mint egy kikényszerített szerelmet. Zavarna, ha azt mondanám, hogy ostoba és buta vagyok. Tudod, mindenki tud hibázni, de miért mondod ezt most? Mert azt hittem, hogy a lányom nem is szeret. De ez nem igaz. Ma volt egy kellemes beszélgetésem Luisával. Na végre beszéltetek, és mit mondott? Hogy hihettem ilyen butaságot, hogy az apja vagyok, és nem cserélne el senki másra. Elvette az eszem a kétségbeesés Marissa. És nagyon bánom, mert rosszat feltételeztem a lányomról. Hát az tény, hogy Luisa Fernanda viselkedése sokat változott. Carlos Eduardoval is beszélni akart. Nem békültek ki, de legalább már megpróbálta megkeresni. Ja, Istenem, bárcsak ez azt jelenteni, hogy ki fognak békülni. Remélem, Marissa. És elmondta, hogy csak azért nem beszélt nekem a végrendeletről, hogy megakadályozzon egy újabb konfliktus Luissal. De ha már itt tartunk, Carlos Eduardo mondta, hogy Vanessa felhívta, hogy Fernando úr meggondolta magát, és meg akarja változtatni a végrendeletet. Épp hozzád készült, hogy beszéljetek róla. Hozzám nem jött, nálam nem járt. Igen, köszönöm. Nem, azt mondták a polgárőrök, hogy nem látták sehol. Pontosan, ugyanezt mondták akkor is, amikor legutóbb Fernando úr eltűnt. Mami! Istenem, nem akarok belegondolni sem, hogy ugyanaz megesett. Az nem lehet, hogy megint ugyanúgy eltűnhet, mint már annyiszor. De Fernando úr annyira jól volt még, amikor itt beszélgetett velünk. Épp csak azt mondta, hogy kimegy a kertbe. Az a legrosszabb, hogy kint kóborolhat az utcán, anélkül, hogy tudna magáról. Igen. Ugyanezt történt régen is, amikor először találtam rá a falban, az is erre mellett. A nevére sem emlékezett, és arra sem, hogy került oda. Én azt hiszem, a legjobb az lenne, ha szólnánk a rendőrségnek. Hagyd már, Orlandó. Nehogy elkezdjék keresni őt. Jó estét, népes családom. Fernando! Kész van a vacsora, Rigoberta. Nagypapa, hol voltál? A fát hoztad rá. Szia, kicsim. Jó Istenem, de jó, hogy megjöttél. Hát ez meg még kicsim. Mégis mi ütött belét, hogy nagyapádnak szólítasz? Nagypapi! Hogy vagy, fiam? Mondd neki, hogy nagypapa életem. Épp most akartuk hívni a rendőrséget, Fernando. Mégis mit jelentsen ez a faggatózás? Ha? Beszélnem kellett azzal az ügyvéddel, aki a végrendeletemet írta. Le fogsz esni. Meg kellett vele beszélnem egy-két dolgot. Tudjátok, azzal, aki az üzem jogi osztályát is vezeti. Luis Alejandroval. Igen, személyesen vele. Akarsz ezzel játszani? Mondtam neki, hogy meg akarom változtatni a végrendeletemet, és egy újat szeretnék vele iratni. Azt mondta, hogy amint lehet, neki látunk. Mi van veled, te kis gézengóz? Te is kapsz majd az örökségből. Hová mész, te kis csirkefogó? Nem sokára befejezik a műtétet, és szerencsére minden a legnagyobb rendben van. A sérülés ugyan elég mély, de szerencsére nem érintett létfontosságú szervet. Idefelé jövet, elég sok vért veszített Serrano. Emiatt ne aggódj. Kapott egy jó adag vért, és most már minden rendben lesz. Biztos vagyok benne, hogy nem lesznek komplikációk. Carlos Eduardo. Nem lesznek. Mi a fene van itt? Mi van? Mit művelt így Jenniferrel? Mi? Válaszolj, te rohadék! Hol van Jennifer? Mit műveltél? Várj, Guillermo, nyugodj le! Hagyd ezt a hülye hősködést! A világon semmit se csináltam vele. Te veled volt, és mindig, ha veled van... Ne feledje, uram, hogy egy kórházban van. Itt ön nem üvöltözhet, nem sértegethet, és nem bánthat senkit sem. Utoljára figyelmeztetem. Vagy megnyugszik, vagy utasítom a biztonsági szolgálatot, hogy távolítsák el önt. Carlos Eduardo, mi történt? Mondd már, hol van Jennifer? Jennifer és én épp elindultunk otthonról, amikor megtámadtak minket.
Én épp a tárcámat akartam odaadni nekik, amikor az egyikük elkezdett felém jönni, és Jennifer rám kiáltott, figyelmeztetni akar, de sajnos őt sebesítették meg. És nagyon rosszul van. Elég sok vért veszített, de szerencsére Carlos Eduardo még pont időben hozta be. Ne aggódjanak, a seb súlyos, de nem halálos. Jaj, doktor úr, hadd menjek be hozzá, kérem. Sajnos azt nem lehet. Még nem jött ki a műtőből, és meg kell várnunk, amíg majd kicsit magához tér a beavatkozás után. Megfigyelés alatt tartjuk, és szólni fogok majd. És kérlek, Carlos Eduardo, ügyelj rá, hogy ne legyen semmi baj. Ne aggódj. Jennifer rendbe fog jönni. De azt nem értem, hogy mi a fenét keresett a te házadban. Jól van, de mi olyan meglepő ezen? Nagyon jól tudjátok, mi volt a döntésem, és nyilván beszélnem kellett az ügyvéddel, hogy segítsen elkészíteni az új végrendeletemet. És Luis Alejandro azt mondta, hogy elkészíti? Persze, persze, Amelia. De hisz ő az ügyvédem, bár persze a döntéseket én hozom meg. És már holnap reggel megsemmisíti az előző végrendeletet, amiben Consuelót jelölöm meg egyedüli örökösömként. És titeket, kettőtöket fog beleírni az újba. Közöttetek osztom szét a vagyonomat. Jól van, de nekünk miért nem szóltál róla, hogy elmész hozzá? Megkímélhettél volna minket az idegeskedéstől. Istenem! Akkor büntetésként, amiért bejelentés nélkül ment el itthonról, ma este a szobájában fogok Nem, rázni. Nem. Én ebben nem egyezem bele. Én akkor megyek, és oda, ahová csak szeretnék, ha? Rigoberta! Te nagyon is jól tudtad, hogy el kell intéznem ezt az ügyet. Hát igen, uram, de jobban tette volna, ha úgy intézkedik, hogy előtte nekünk is elmondja, hogy hová készül menni. Nem ám csak úgy itt hagyni minket, hadd aggódjunk. Isten, bocsássa meg. Jól van, menjünk. Jól van, menjünk. Szóval akkor felhozod nekem a vacsorát a szobámban, igen, igaz? Igen, hiszem, uram. Jól van. Hallottátok? Hozd fel a vacsorát. Biztos vagyok benne, hogy Luis Alejandro nem olyan, mint amilyennek hiszitek. Carlos és Ordonez tele vannak előítélettel a konfliktusuk miatt. De hát nem utasította vissza a nagyapám kérését, hallottátok? Igen, de én azt hiszem, van itt egy kis gond. Milyen gond van már megint? Csak az, hogy amikor Fernando úr elolvassa az eredeti végrendeletet, rá fog jönni, hogy te vagy az egyetlen örökös. És még egy. Luis Alejandro nem készített végrendeletet két halott ember javára. Majd később találkozunk, lesz miről beszélnünk. Hogy miről? Mondjuk arról, hogy mekkora szarba kevertél. Az az igazság, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam, Solorzano. Ha valami oknál fogva a lányom elhunyna, akkor az én kezembe kerülne az öreg Alcantara minden vagyona, mint meghatalmazottnak. Főnök, nem lenne szabad abban reménykednie, hogy hát ha a lánya az, aki a készúrást kapta. Nem érdekli, hogy lehet, hogy már halott, de legalábbis súlyos a sebe. Ugyan, Solorzano, mi van magával? Adjuk már az érzelmeket. Amikor üzletről van szó, hidegnek és számítónak kell lenni. Az életben erősnek és határozottnak kell lenni, hogy győzni tudjunk. Előbb én itt a földön, aztán majd az apám vár odafenn a mennyek kapujában, igaz? Na de ki egyenlíti ki a számlát? Amit megkeresek itt lenn a földön. Majd abból fizetek ott fent. De hiszen a lányáról van szó. A saját véréről. Igen, de ez a vér nem sokkal ezelőtt még megtagadott engem, és eltaszított, mert nem akart belenyugodni, hogy tényleg én vagyok az apja. Solorzano, ha az elérni kívánt cél felé vezető úton esetleg akadályba ütközünk, el kell távolítani, bármi is legyen az ára. Na már most, ha valaki megteszi helyettünk, hát legyen. Engem nem izgat. Hát főnök, ha maga azt mondja, akkor az úgy is lesz. Tudod, olyan nehéz beszélnem ezekről, anélkül, hogy megbántsalak, Szocsil. Szeretlek, nagyon szeretlek, ezt nem tudom letagadni. De nem úgy, ahogy te szeretsz, hanem... a maga módján. Hát pont ez az, amit nem értek.
hogy a maga módján. Szóval szeret is, meg nem is. Folyamatosan ezt csinálja velem. Egyik nap megcsókol, másnap meg azt mondja, hogy ne ringassam magam illúziókba. Egyik nap azt mondja, járjam az utamat. Másnap féltékeny lesz, mert modell szeretnék lenni. A maga módján szeret, az nem baj. De mondja már végre meg, és ne csinálja ezt velem. Már megmondtam. Szeretlek. És csak a legjobbat akarom neked. Sajnos viszont ez az ember nem én vagyok. Már megint itt tartunk. Szóval szeret is, meg nem is szeret. Szocsil, kérlek, érts meg engem. Leld meg az igazán tiszta szerelmet. A férfit, aki igazán szeret téged. Nekem csak arra kellenél, hogy begyógyítsd a sebeimet. Érts meg engem, kérlek. Szóval akkor ezek szerint igenis szeret, csak még nem tud kiigazodni az érzelmein. De majd én segítek neki. Meg fogod látni, Istenem, meg fogod látni. Nem tudom, lehet, hogy Carlos azután érkezett, hogy én eljöttem. Hazaszóljak? Hát, ha azóta már odaért. Nem, inkább felhívom rögtön a mobilján. Ha nem ért oda, biztos közbe jött neki valami. Biztos köze van a végrendelethez is. Fiam, csak azért hívlak, mert Pedro és én aggódunk érted. Említetted, hogy átmész hozzájuk, és... Nem, anya, a kórházban vagyok, mert sürgősen be kellett hoznom Jennifert. Megpróbáltak minket kirabolni, és megsebesítették. Ó, Istenem! És neked nincs semmi bajod? Nem, nekem nincs semmi bajom, anya, de sajnos Jennifer még most is a műtőben van. A sürgősségi osztályon vannak. Úgy néz ki, Carlos Eduardo Jenniferrel volt, amikor rájuk támadtak. Jennifer megsérült. Nem, anya, nyugodj meg, kérlek, nekem a világon semmi bajom nincs. Csak egy kis horzsolás a karomon, ez minden. Biztosítalak, hogy semmi bajom sincs. De mégis, hogy történt ez az egész szörnyűség? Épp elindultunk otthonról, amikor néhány rabló megtámadott minket. Az egyikük megpróbált megsebesíteni, de Jennifer közénk ugrott, hogy megakadályozza, és hát sajnos ő kapta a szúrást. Elég mély a vágás az alhasán. Serrano azt mondja, hogy szerencsére jól sikerült a műtét, és rendbe fog jönni. Anya, most mennem kell, mert szeretném megnézni, hogy hogy van. Később beszélünk. Szia. Várj csak. Mit akarsz még? Még van bőr a képedre megkérdezni. Te komolyan a fejedbe vetted, hogy tönkreteszed Jennifer életét mindenféle tragédiákkal. Előbb öngyilkosságba kergeted a sorozatos hazugságaiddal. Majdnem beleőrült az egészbe. Most meg rablók szúrják hasba, mert épp veled volt. Na jó. Figyelj, Guillermo, először is én sem örülök annak, ami történt. Másrészt pedig azért történt, mert ránk támadtak. Vagy engem hibáztatsz azért is, hogy megtámadtak? Nem, de tudod, mi van? Amihez csak hozzányúlsz, azt megmérgezed. Ha nem lennél itt Jennifer, már rég a karrierjén dolgozhatna. Régóta vele lehetnék mindenféle idióta különmutat nélkül. Egyszerűen egy szemét állat vagy. Hé, mi baj ott van? Hagyd őt békén. Vagy én foglak félreállítani, engedj el! Vetted az adást? Vettem. Igazat lehet, Orlando. Bármennyire is erőlteti a nagyapám, Luis Alejandro nem jelölheti meg örökösként anyámat és a nagynénémet. Ezt nem fogják jóvá hagyni. Jó, de akkor mit csináljunk? Holnap beszélek Luis Alejandroval erről az egészről. Nyilván ő is tisztában van azzal, hogy nagyapa jelenleg összekever az anyámmal. Megpróbálhatok beszélni vele, és meggyőzni, hogy amire készül, az gyakorlatilag lehetetlen. Igen. Talán jobb lenne, ha ő is ugyanúgy belemenne a színjátékba, mint mi. Holnap beszélek vele, és megtaláljuk a legjobb megoldást. Hm? Oké. Okay. Jól van, akkor én húzok is aludni. Reméljük, hogy minden rendben lesz, igaz?
Te maradsz? Igen, szerelmem. Én még beszélgetek Luisa Fernandával. Akkor jó éjt. Jó éjt. Figyelj, beszéltél Alfredóval, hogy miért próbálja rábeszélni Fernando urat, hogy beleegyezzen a házasságotokba? Igen, Vanessa. Mondtam neki, hogy kihasználja azt, hogy a nagyapa ilyen állapotban van, és nem szép, hogy befolyásolja őt. Ráadásul tudja, hogy összekever engem a saját anyámmal. Jól figyelj, mert utoljára mondom, Guillermo. Ne gyere utánam. És meg ne próbálj újra belém kötni. Legkevésbé most, mert nagyon nem vagyok túl jó kedvemben. Uraim! Jennifert átvitték az egyik kórterembe. És ne aggódjanak. Nincs szüksége speciális kezelésre. Teljes mértékben túl van a veszélyen. Doktor úr, beszabad mennünk hozzá? Akkor magához tért. Még jó ideig nem fog felébredni az altatásból, és jobb lenne, ha legalább ma éjszaka hagynák őt pihenni. Úgyhogy egyelőre látogatási tilalmat rendelek el. Rendben van. Jaj, szerelmem, akkor muszáj lesz hazaugranod a lakásba, és hozni ruhát Jennifernek, és nekem is, mert szeretnék bennmaradni éjszakára. Akkor mind a ketten itt maradunk. Mit szeretnél, mit hozzak? Nem tudom. Elnézést. Ez a második eset, hogy Jennifer olyan állapotban került be a kórházba, amiről értesíteni kellene a hatóságokat. Az utolsó alkalommal viszonylag könnyen megúszhattuk a bejelentést. De most nem tudjuk ezt megúszni, Carlos Eduardo. Ne aggódj, Serrano. Én magam fogom megtenni a feljelentést. De gondolkodtam ezen az egészen, és nekem nagyon nem stimmel ez a támadás. Hogyan lehetséges, hogy három elcseszett bűnöző be tudjon hatolni egy komplexumba, amit elvileg ilyen komolyan védenek? Bejöhetek? Jó reggelt, Fernando úr. Hogy aludt? Szerinted hogy alszik egy ember, akinek az élet lehetővé tette, hogy helyrehozza a tévedéseit, ha? Hát, boldogan, Rigoberta. Nagyon boldog vagyok. És örülök annak is, hogy még élek. Ennek én is nagyon örülök, Fernando úr. Nem, a kislányaim miatt kellene örülnöd, és saját magad miatt, Rigoberta. Végre minden visszatér a régi kerékvágásba. Nézd, amint az ügyvéd visszavonja a régi végrendeletemet, megírjuk az újat, amely szerint minden vagyonom Consuelóé és Améliáé lesz majd, mégpedig egyenlő arányban. Ahogy kezdettől fogva lennie kellett volna, Fernando. Jól van, most már nevesd a szememre, kérlek. És figyelj, amint rendbe tettük ezt a dolgot a végrendelettel, szeretném, ha Amélia végre hallgatna rám, és minél hamarabb megházasodna. Igen, Rigó, szeretnék minél előbb elintézni minden függőben lévő ügyet az életemben, Rigoberta kisasszony. Jó, de és most mégis hová ez a sietség? Nem mondja, hogy megint a halálon jár az esze. Nem, ez nem az, amire gondolsz. Nem, ez ennek így kell lennie. Figyelj már. Elfáradtam. Annyi mindenen mentem át, és Isten lehetőséget adott, hogy rendbe tegyem az életem dolgait épp a nagy finálé előtt. Hogy tiszta lappal állhassak elé, érted, ugye? Ne érzelgősködj annyit. Mi ketten nagyon jól tudjuk, hogy az a legvalószínűbb, hogy nekem már nem marad sok az életből. Fernando úr, ne beszéljen már ilyen sületlenségeket. Ahogy én látom, maga még nagyon is sokat fog élni. És például látni fogja a kis Pedrito érettségiét és a szalagavatóját is, én tudom. És nyilván veled együtt, igaz? Szépek leszünk mi ketten, ugye? Két múmia, a parkett ördögei. Igazság szerint még sosem gondoltam bele, hogyan is ér véget egy család élete egy család névé.
Luisa Fernanda az Alcantarák utolsó élő leszármazottja. Kivéve az öreget, aki már inkább a túlvilágon van. Luisa Fernanda Pérez. Nem. Inkább Luisa Fernanda Montero Alcantara. Ha meghal, ez az egész végtelen vagyon végleg az én kezembe kerül, és nem véletlenül. Mert amellett, hogy én kezelem, az apja is én vagyok. Jó reggelt. Kislányom, jól vagy? Nincs semmi bajod? Nincs, persze, jól vagyok. Miért kérdezed? Nem, semmi. Csak hát annyi gondod van, hogy azt hittem, nagyon aggódsz. Jaj, ne haragudj, meg sem kérdeztem, hogy leülhetek. Semmi gond, kislányom. Azért jöttem be, mert a nagyapám elmondta, hogy itt járt, és beszéltetek a végrendelet megváltoztatásáról. Igen. És hogy újat akar írni. Igen, így történt. Itt járt tegnap, és felvázolta nekem a lehetőséget. Meghallgattam, és azt mondtam, segíteni fogok neki. Jaj, de hogy magyarázhatnánk el neki, hogy nem veheti be a végrendeletébe se Consuelót, se az anyámat? Mert mindketten halottak. Nem tudom, észrevetted-e, hogy összekever az anyámmal. Sajnos már elég rosszul van. Igen, ezt én is észrevettem már, de a legjobb az lenne, ha várnánk egy kicsit, amíg... Apa, de jó, hogy itt vagy. Szia, nővérkém. Szia. Azt akartam mondani, hogy ma nagyon korán el kell mennem, mert be kell néznem Jenniferhez a kórházba. A kórházba? Borzalmas volt, apa. Néhány barom tolvaj megtámadta és megsebesítette, amikor épp Carlos Eduardóval volt. Miket beszélsz? Carlos Eduardo. Hol van Carlos Eduardo? Kicsim, nyugi. Nyugi, itt vagyok. Mit? Hogy érzed magad? Nem szabad, ne nyújjad el. Nem érzem. Jól magam. Ránk támadtak. Meg akarták ölni Carlos Eduardo-t. Jó, jól van. Ne erőltesd meg magad, ne erőlködj. Még nagyon gyenge vagy. Itt voltunk veled egész éjjel. Vártuk, hogy felébredj. Tegnap este is vártam rád, úgy volt, hogy találkozunk. Mit kerestél te Carlos Eduardónál? Jaj, most nem szabad beszélned, azt mondta az orvos, szóval majd később elmondasz mindent. Jó? Jó reggelt. Jó reggelt, doktor úr. Jó reggelt, Jennifer. Nagyon örülök, hogy már magadhoz tértél. Jöttünk megnézni, hogy vagy? Magunkra hagynának minket Jenniferrel. Hogyne, persze. Persze. Hogy érzed magad, Jennifer? Nagyon fáj. A biztosító társaság nyomozói szerint láttak néhány kisrácot cigizni a faiskola mellett. Szerintük ők lehetnek a felelősek a tűzért. Hát én is végeztem egy kis saját nyomozást ez ügyben, és senki nem mondott a világon semmit sem. Igazából én arról sem tudtam, hogy van egyáltalán nyomozás, nem hogy ki tette, vagy hogy mikor tette. Nem tudom, mondom, hogy ez a biztosító társaság hivatalos állásfoglalása. Most már csak az kell, hogy megtalálják a bűnösöket. Júj, hát az iszonyú soká lesz. Hello, jó napot, Pedro úr. Szia, Szocsil, mi újság? Minden rendben. Viktor, én a házban leszek. Szia, Szocsil. Persze, menj csak, Pedro. Hát te meg mit keresel itt? Nem kéne a saját kis személyi trénereddel edzene? Jaj, hát nem hallottad? Most tudtam meg, hogy Jennifer kórházban van súlyos sérüléssel. Valaki hasba szúrta. Júli. Ne haragudj, hogy ezt mondom, Guillermo, de nem hiszem, hogy jó ötlet lenne most arról faggatni Jennifert, hogy miért volt Carlos Eduardóval. Nyilván nagyon megviselné. Ahogy engem is, Caro. Mert állítólag van valami kapcsolatféle köztem is a nővéred között. És állítólag neki már semmi köze sincs Carlos Eduardóhoz. Ő legalábbis ezt hitette el velem, és ha másért nem, már csak ezért is jogom van tudni, miért volt vele. Nézd, Guillermo, ha valóban szereted a nővéremet, ezzel a viselkedéssel semmit sem fogsz elérni. Ezzel szemben, ha akarsz tőle valamit, akkor vidd el innen. Hozd rendbe azt az átkozott kampányos ügyet, és utazzatok el valahová.
Felejtesd el vele végre Carlos Eduardo-t. Ő itt a probléma. Megpróbálom a zavarásért, de fura itt látni titeket. Történt valami? Hát, az történt, hogy Jennifert behozták a kórházba. Megpróbáltak kirabolni őt és Carlos Eduardo-t, és súlyosan megsérült. Jennifer, hogy van? Ki foglalkozik vele? Doktor Serrano, de azt mondja, már túl van az életveszélyen. Hát, az is valami. És kérlek, te se haragudj rám, amiért kihasználom, hogy itt talállak, de mindenképp beszélnem kell veled. De ne haragudj, de ebben az állapotban képtelen volnék bármiről is beszélni. Egyetlen dolog érdekel most még pedig az, hogy Jennifer felépüljön. Tudod mit? Beszélj Alfredóval, legalább eltereled kicsit a gondolataidat. Én pedig megkeresem a doktor urat, hogy elmondja, mi a helyzet, jó? Jól van. Sziasztok! Szia! Nos, miről lenne szó? Szólni szeretnék az Szocsil. Tudom, hogy aláírt egy szerződést. Csak azt akarom mondani, hogy Szocsil bármilyen hányaveti meg cserfes lány is, de legbelül nagyon ártatlan. Ne. Na figyelj. Alfredo, ne gyere most nekem azzal a szöveggel, hogy a modellek világa majd jól lezülleszti. Hát pedig mindenki tudja, milyen a modellek világa. Nem. Amit mindenki tudni vél, abból egy szó sem igaz. Nem kellene olyanról beszélni, amit nem is ismerünk. Ne haragudj, komolyan, de nem általánosíthatsz, és egyszerűen nem megy. Nagyon lefoglal az, hogy mi van Jenniferrel. Jól van, rendben van, de szeretném, ha vigyáznál Szocsirra. Az egyetlen, amit kérek, az az, hogy ígérd meg, hogy vigyázni fogsz rá. Nagyon sok vért veszítette Jennifer, de szerencsére Carlos Eduardo épp időben hozott be, még el tudtuk állítani a vérzést. Hogy vagy, Jennifer? Nagyon fáj a seb. Igen. Főleg, ha megmozdulok. Úgy vartuk össze, hogy lehetőség szerint minél kevesebb nyoma maradjon a műtétnek. És amint lehetőség lesz rá, elviszlek egy plasztikai sebészhez, hogy ne maradjon semmi nyoma sem. Köszönöm, de most nem tudok erre. Nem tudok erre gondolni. Nos, nekem sajnos dolgom van. Később visszajövök megnézni a sebét. Jobbulást. Én ezt nem értem. Mi történt egyáltalán? Borzalmas belegondolni, hogy az az ember meg akart ölni. Az adósod vagyok, Jennifer. Neked köszönhetem, hogy élek. Nem életem. Tudod mit? Ha neked valami bajod esett volna, abba én halok bele. A bánattól és a fájdalomtól elvesztettem volna az életem. Mindenem odaadtam volna, érted? Nem tudom, mit mondjak, Jennifer. Nagyon köszönöm. Ne, nincs mit megköszönnöd. Amikor az az ember elindult feléd késsel, én azt hittem, hogy elveszítelek. Én ezt nem engedettem. Te vagy a mindenem. Kedvesem, te vagy minden, amim van ezen a világon. És nem akarlak elveszíteni. Nem akarlak elveszíteni.